Sokan élnek a lehetőséggel és nyugdíjba mennek a Nők 40 programmal. A kedvezményes nyugdíjhoz 32 év munkaviszonyban töltött idő kell. A program elsősorban azoknak kedvez, akik korán 18-19 évesen kezdtek el dolgozni. Ügyintézés a nyugdíjbiztosítónál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is népszerű a Nők 40 program. Akik jogosultak a kedvezményes nyugdíjra, időben elkezdik kiszámolni az éveket. Ugyanis 32 év kereső tevékenység igazolásával igényelhető az ellátás, amihez nem kell megvárni a nyugdíjkorhatárt. Kereső tevékenységnek számít minden munkaviszony, egyéni, társas vállalkozásban töltött idő, őstermelő és mellette maximum 8 év gyermeknevelési idő számítható be a 40 évbe. 2010-ben vezette be a kormány a Nők 40 programot, azóta országos szinten mintegy 186 ezeren éltek a lehetőséggel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly 4500-an kaptak nyugdíjat a Nők 40 programban. Folytatjuk a témát itt a stúdióban. Simkuné dr. Tornai Anita a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kiknek kedvez ez a fajta nyugdíj? A Nők 40-ese, akinek ugye nagyon sok szolgálati ideje, illetve a jogosultság ideje van, és azoknak kedvező ez, és azok vehetik igénybe öregségi nyugdíj korhatár betöltése előtt ezt az ellátást, akik ugye nagyon fiatalon kezdtek el, érettség után kezdtek el dolgozni, és folyamatosan jogviszonyban voltak, illetve gyermekneveléssel töltötték az idejüket. Két fogalmat érdemes tisztázni, a jogosultság fogalmát, illetve a szolgálati idő fogalmát, mert hogy itt a kettő nem azonos. Igen. A szolgálati idő, ugye ez az a mindenki által ismert fogalom, ez az öregségi nyugdíj megszerzéséhez feltétel. A jogosultsági idő az pedig a Nők 40-eséhez biztosítja a jogosultságot. Nem ugyanaz, nem minden szolgálati idő vehető jogosultsági időnek figyelembe. Főszabály szerint a kereső tevékenységgel kapcsolatos jogviszonyok, illetve a gyermekneveléssel kapcsolatos jogviszonyok vagy időszakok vehetők figyelembe, de a munkanélküli ellátással kapcsolatos ápolási díj időszaka és számos olyan tanulóidőszak, akár a szakmunkás tanulóidőszak, vagy a felsőfokú nappali tanulmányok időszaka nem vehető figyelembe jogosultsági időként. Na, ez a kérdés merült fel, hogy az iskolai tanulmányi idő beszámítható-e, vagy beszámítják-e ebbe az időbe, mert hogy akkor egyébként a főiskolán töltött évek is beszámíthatók lennének, és több diplomás is igénybe tudná venni ezt a fajta ellátást. Igen, kizárólag szolgálati időként vehető figyelembe, hogyha valaki 97 előtt nappali tanulmányokat folytatott. Tehát a rendes öregségi nyugdíjhoz figyelembe lesz véve, de a Nők 40-esében sajnos nem jogosultsági idő. És a külföldön eltöltött munkaviszony vagy munkaidő? Az is kereső tevékenység, tehát a munkavégzéssel összefüggő időszakba beszámít, csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy akinek nemzetközi vagy bármilyen külföldi jogviszonya biztosítási ideje van, akkor nem a megyeszékhely szerinti illetékesség jellemző, hanem budapesti kormányhivatal szervezeti egysége az, aki hatáskörrel bír. Hogyan számítják ezt a fajta nyugdíjat? Ez a kérdés is felmerül, hogy esetleg ez kevesebb, több, mint az öregségi nyugdíj, vagy pedig ugyanazok a főszabályok vonatkoznak erre? Számítási szabály ugyanaz. Az ellátás összege egyrészt a jogosultsági idő, illetve itt már a szolgálati idő is figyelembe van véve az összegszámításakor, nem a jogosultságkor, hanem az összegszámításakor, és nagyon fontos, hogy az átlagkereset nagysága is befolyásolja természetesen az ellátás összegét. Ugyanúgy számoljuk, ugyanúgy a nyugdíjazást megelőző naptól visszaszámítva egészen 1988-ig szerzett jövedelmeket veszük figyelemben, akinek ezen időszaknak a legalább a felére jövedelmi adattal nem rendelkezünk, akkor az 1988 előtti időszakra is vissza lehet menni. Ahogy mondtam, a szolgálati idő nagyságától is függ az összeg. Például egy, mondjuk ez nem a Nők 40-esére vonatkozik, hanem az átlag öregségi nyugdíj számításánál a 20 év szolgálati időnél 53 év, vagy 53% az átlagkeresetnek az ellátás összege, a 40 évnél, mint például a Nők 40-esénél, ott már az átlagkereset 80%-a
az ellátás összege. És még vannak különböző szorzók az öregségi nyugdíjnál is, ami talán egy bonyolult kalkuláció, és ezt nehezebb is lenne nekünk megértenünk. Egy viszont fontos, hogy említettük ebben a bejátszásban is, hogy azok, akik 18-19 évesen kezdtek el dolgozni, és megvan ez a 40 év, amiben egyébként a gyermeknevelési idő is beleszámítható 8 évig, tehát aki otthon gyesengyeden volt, olyan 58-59-60 év előtt nyugdíjba mehetnek. Ez még egy olyan aktív kor egyébként az öregségi nyugdíjhoz viszonyítva, amikor még dolgozhatnak is. Igen. Emellett az ellátás mellett. Igen, kereső tevékenységet is lehet végezni. A jogalkotó összeghatárhoz, jövedelemhatárhoz köti a kereső tevékenységet. A minimálbér 18-szorosáig lehet a nyugdíj mellett kereső tevékenységet végezni. Illetve, hogyha valaki a közférába szeretne a nők 40-ese mellett dolgozni, ott az ellátást szüneteltetni kell. Még a jogosultság idővel kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy a 32 év kereső tevékenység és a 8 év gyermekneveléssel kapcsolatos időszak, ez a fő szabály. Ha valaki fogyatékos gyermeket ápolt, akkor neki elegendő a 30 év kereső tevékenység és a 10 év nevelési időszak vehető figyelembe. De ha valakinek 5 vagy annál több gyermeke van, akkor további 1-1 évvel csökkenthető a kereső tevékenység, és annyival több gyermeknevelési időszak vehető figyelembe. De ennek a 32 évnek meg kell lenni minden esetben? Nem, tehát az ezek csökken, a kivételek. Igen, tehát egészen 7 évvel csökkenthető a kereső tevékenység időszaka, és annyival több gyermeknevelési időszakot kell figyelembe venni ahhoz, hogy meglegyen a 40 év. De hangsúlyozom, itt vagy azokról beszélünk, akik fogyatékos beteg gyermeket nevelt, ott 30 év kereső tevékenység és 10 év gyermeknevelési időszak vehető figyelembe, és 5 gyermek esetén további 1 évvel csökkenthető, a minimum 23 év, amikor fogyatékos gyermek és 11 gyermek után maximum vehető figyelembe a gyermeknevelési időszak. Beszéljünk egy picit az ügyintézés részéről, hogyan indítható el ennek az ellátásnak az igénylése, illetve van most itt egy jogszabályváltozás is 2017-től. Igen, 2017. január 1-től hatásköri változás történt. A nyugdíj megállapítással kapcsolatos ügyintézés a járási hivatalok hatáskörébe tartozik. 3 nagy járás feladata lett most a nyugdíj megállapítás: a Nyíregyházi Járási Hivatal, a Mátészalkai Járási Hivatal és a Kisvárdai Járási Hivatal bír hatáskörrel az öregségi nyugdíjak vonatkozásában. És mennyire nehézkes ennek a fajta nyugdíjnak az elindítása, elintézése, ügyintézése? Hát nem bonyolult, formanyomtatványunk van, ami az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján megtalálható. Nagyon fontos, hogy azért előre gondolkozzon a kedves ügyfél, ha az ügyét intézi. Lehetőség van arra is, hogy már még a nyugdíj igénybevétele előtt leegyeztessük a nyugdíj számításhoz figyelembe vehető egyrészt jövedelmi adatait, másrészt a szolgálati idő, jogosultsági idő adatait, ugyanis akár kérelemre, akár hivatalból is adategyeztetési eljárást folytatunk le, amely során minden figyelembe vehető adat egyeztetése megtörténik, még mielőtt valaki nyugdíjat szeretne igénybe venni. Ez nem csak ennél, hanem az öregségi nyugdíjnál is így van. Főosztályvezető asszony, köszönjük szépen az információkat. Nagyon szívesen.